apátiával fogadták a toborzásokat, nem nagyon csatlakoztak a hadosztályhoz. Mi okozta ezt? Egyrészt a székely, az erdélyi magyar tudatában ott volt az 1916-os román betörés, amikor ugye a Románia hadat üzent a központi hatalmaknak és betört Erdélybe. A saját bőrükön érezték a szülőföld elvesztésének a lehetőségét, ellentétben a magyarságnak azon részével, amely nem rendelkezett ilyen történelmi tapasztalattal, és hát a több mint 4 évig tartó első világháborúban azért rendesen elfáradt, hiszen gondoljunk csak bele, hogy hány száz szerelvény indult a menetzászlóhajakkal, vagy Galíciába, vagy az isonzó frontra, vagy a háború más frontjaira. Tehát a magyar társadalom szétesett és abszolút apátiával fogadta ezt az egészet. Másrészt nem volt meg a politikai támogatottság, nem volt meg a politikai támogatottság, de voltak időszakok, amikor inkább akadályozták a hadosztály felszerelését, feltöltését, mint hogy támogatták volna. Van a klasszikus példa, ami egy igaz példa, hogy Böhm Vilmos, mint hadügyminiszter kiutalja a tüzérségi eszközöket a hadosztálynak. Először nem találnak embert, aki felrakja Pesten a vagonokba a lövegeket, miután összeszednek székelyeket Pesten és azok felrakják, azután Pogány Józsefék leszedetik a lövegekről az irányzékokat. Ez, aki volt katona, úgy látom, volt jó néhányan közünk, azt tudják, hogy egy lőfegyver irányzék nélkül, különösen egy tüzérségi eszköz gyakorlatilag semmit nem ért, hiszen csak közvetlen lehetek fél lőni. Ez csak egy klasszikus, sokat idézett példa, de igaz és jellemző példa. Tehát hiányzott ez a támogatottság. Április 16-án, amikor megindul a román támadás, akkor 3 jól feltöltött, jól felszerelt román hadosztály áll szembe ezzel a 9000 emberrel. A románok olyan magabiztosak, hogy mélységben nem is tagolják az alakulataikat, hanem fordulószerűen nekiengedik a hadosztálynak, illetve már nem csak a hadosztálynak, hiszen április 16-án vagyunk, március, ugye a tanácsköztársaság megalakult, van vörös hadsereg, és ekkor már csúcsánál vörösök állnak, akik nagyon jó föl vannak szerelve, jó fegyverzete, jó ruházattal, jó ellátással, mindazzal, ami korábban a székely hadosztálynak nem volt, és az első puskalövésre megfutnak csúcsánál, tehát a front mindjárt ketté törik, ott a románok betörnek. Vannak a frontnak olyan szakaszai, ahonnan a székelyeket úgy kell borttal visszaverni, mert gyakorlatilag század erejű alakulatok állítanak meg zászlóhanyi erőknek a rohamait, és tépik a hajukat, és sírnak, és hogy miért kell nekik innen visszavonulni. Hát azért, mert ezt a 170 km-es frontszakaszt 9000 emberrel nem lehet megszállni. Tehát gyakorlatilag bizonyos pontokon komoly ellenállást, győzelmeket lehet elérni, de hát az egészet nem lehetett tartani. Most ezt követi aztán az utolsó ütközet, és így kerültem én kapcsolatba a székely hadosztályjal, ugye ez Kocsor, Győrtelek, Máté Szalka térségében, tehát a mai Szabolcs-Szatmár-Beregben, a történelmi Szatmár vármegye nyugati részén zajlik, ott van 95 óta emlékmű is a székely hadosztálynak, az arra járók általában árvízi emlékműnek nézik, mert a Krasznapartján van. Majd megtörténik április 25-én a fegyverletételi szerződés aláírása Vaktor Lórendházán, a Plébánián, majd a fegyverletétel formális aktusára már egy másik szabolcsi településen, az alakulatoktól jó távol Demecserben kerül sor. Ahogy majd látják a kiállításon, két út van a székelyek előtt, vagy internálásra kerülnek, a románok internálják őket, vagy pedig a tisztikar szabadon hagyja a Tokaj rakamaszt, útvonalat csatlakozhatnak a vörös hadsereghez. Különböző okokból, különböző körülmények között választják ezt vagy azt a megoldást. A történet itt sem ér véget, a felvidéki hadjárat, amit az én korosztályom, ugye a tanácsköztársaság, ugye győzedelmes háborújának tekint, nagyjából az is, ott ez a 2500 fős székely dandár, ami ebből a hadosztályból lett, és a vörös hadseregben harcol, vitte a prímet, és ott is elcsodálkoznak azon, hogy a vörösök 3 napi esőzés után elvonulnak, mert rossz az idő, és nekik kell betörniük a részt. Tehát ez a történet is egy kicsit színesebb, mint ahogy azt gondoljuk. Most ennek a 2500-3000 embernek az útja 19 nyarán
Nyugat-Magyarországra vezet, Sopron, Szombathely térségébe, és a nemzeti hadsereg magját fogják alkotni. Egy kicsit úgy tűnik, mintha itt ideológiai törések van, nincsenek, egy cél vezette őket, Erdély vagy megtartása, vagy visszafoglalása, és ezért akár az ördögök színbaráltak. Most 20 elejére kiderül, hogy ebből nem lesz semmi, és akkor elkezdenek lázadni a nemzeti hadseregben. Tehát vannak velük problémájuk, és így a Székely hadosztály történetének beillesztése a horti kurzusba sem volt egyszerű. Tehát eltartott vagy 9 évig, amíg sikerült ezt az egészet berakni, mert mindenkinek viszkedett tőlük, ugyanis ezek tényleg megpróbáltak valamit tenni az ország területi integritásának védelmében. Néhány szó még a kiállításról. 2004 óta foglalkozom én a hadosztály történetével. Szabolcs egy kicsit később csatlakozott a dologba. A kiállított anyag, a források, tehát az írott források, a térképvázlatok, azok a veszprémi levéltárból származnak azért, mert Pratofil Károly özvegye Balatonszepeszten ért, ott volt egy kis nyaralójuk, és odaadta be a 70-es években ezt az iratanyagot, amikor én még hozzányúltam, zárolt iratanyagként szerepet, mert természetesen a kollégák kidalták, úgyhogy sikerült. A fotók nagy része pedig a Hadtörténelmi Intézet és Múzeum fotóarchívumából származnak, és kronológikus rendben próbáltuk végig követni a hadosztály történetét. Ez a kiállítás 2009-ben, ugye 19 évfordulója volt, Nyíregyházán volt kiállítva, aztán ott azért tárgyi anyaggal, hiszen a Nyíregyházi Levéltár hadtörténész igazgatója nagyon jó első világháborús anyaggal rendelkezik, tehát azzal is meg volt támogatva, aztán Sepsiszentgyörgy, Gyergyószentmiklós, Marosvásár, Kőröstárkány, Nagyvárad, Pápa, Veszprém, nagyon sok helyen megfordult, és nagyon örülök, hogy a Dunatisza közére is elkerült, Kiskunhalasra is, fogadják szeretettel, nem húznám tovább az időt, ha valakinek a tablókat nézegetve kérdése támadja, nagyon szívesen válaszolok rájuk. Tessék, parancsoljon! Köszönjük szépen a megnyitó beszélet, és akkor újra a Halasi Négyben.